Ez a videó az F1 Zóna támogatásával készült. Na sziasztok srácok, üdvözlünk mindenkit, itt vagyunk AMG-vel, hogy folytassuk Belgiumot. Üdvözlök mindenkit én is. Jól van, be van kapcsolva a hang is, úgyhogy elvileg hallhatóak is vagyunk. Mit fogsz csinálni, hogyha nem sikerül most pontot szerezni, hallod megint? Nem tudom. Ó, te jó hát Isten. Reménykedni, mint az előző futamon, hogy Alonso nem szerez sok pontot. Igen. Most, ha minden igaz, mindjárt láthatjátok majd a tabella állást, így van, itt is van. Amit Alonso vezet 142-vel, és AMG 112-vel a második. 111 van Vettelnek, 104 Massának, 101 Webbernek, nekem nem. Grosjeannak van 97, és nekem van 90. Räikkönennek 81. Tehát mondjuk én le vagyok maradva 52 ponttal Alonso-tól. Mondjuk azt veszük, te is le vagy 30-al. Igen. Úgyhogy igen, tehát itt érdekes dolgok tudnak még itt lenni. Konstruktőrben is elég bajba vagyunk, mert csak másodikok vagyunk, viszont nem megelőzött a Red Bull minket. Így van, így van. És ott van nagyon az nyomóban a Lotus. Tehát itt az első négy, ez megint nagyon vicces tud lenni. És a 11. futamnál járunk már most, tehát azért nem sok van már hátra, 8 futam talán. Úgyhogy össze kell kapni magunkat. Hát reméljük, hogy szerencsénk lesz. És akkor még lesz egy Korea, meg egy India. Ugye, igen. Ami... Igen. Elég húzós. Így van, így van, így van. Közben Sztojka Péter elárult a tett tipmixet, és hogy kik végeznek szerinte a csapattársuk ellen előtt. Na hát egyelőre száraz az edzés. 500-ból 40 ezeret nyerhet, hát az szép lenne. Az igen. Mondjuk egyáltalán nem biztos. Peti, ha sikerül, feltétlen írjál meg, majd fotózz már le a szelvényt majd vasárnap estére nekünk itt. Hogy ki tudjuk rakni. Durmó moziba van, szerintem Warcraftot néz, ha minden igaz, ugye? Igen. Úgyhogy ő csak valamikor késő este lesz. Jó, mindenki itt van. Köszönöm meg. Jól van. Setup. A gyönyörű kis setupunk. Hát én a szokásossal megyek. Szokásos. Én is szerintem a szokásossal megyek. Bár én ezt lehet megváltoztatom. Így, mert ez nekem jobban feküdt. Jó. 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 Csapjuk fel akkor a gumit. Én először. Vissza lett véve a... Az AI, azt igen, mondd el igen, azért. Igen, igen, professzionál van, úgyhogy lehet, hogy egy-kettőből fogunk indulni, viszont 100%-os eső vár ránk, gyönyörűen. Amiben az AI úgyis elvert volna minket, elég durván. Mint a szar körülbelül, tehát... Expertem. Igen. Experten, igen. Na. Be lehet venni csutka gázon a... Ó, most. Ja, be. Be. Ah, nyugodtan. Jól van. Nem, ezt mindig meg szoktam kérdezni, hogy... Azóta, a videó óta. Igen. De azt indikárral csinálod. Az meg. Kár, igen. Az kár. Hát ez elrepült. Mint a szar. Szintén egy Codemasters-es játékterméke. De... Ilyen jó irányítása egyik résznek sincsen. Talán a 14 az még ilyen irányítás, ugye az ezután következett, és olyan sokat nem fejlesztettek azon a játékon. Hát nem. Úgyhogy az 14 az még azt mondom, hogy tényleg olyan, mint a 13. De
talán tartalomban, meg mindenben ez a 13 a legjobb. Megmondom őszintén neked, én kemény keverékűvel jöttem ki. Igen? Igen, a narancssárga oldalfalúval. Hogy? Kíváncsi vagyok. Ketté osztottam most az időmérőt, úgymond a fejembe. Pedig akartam mondani, hogy itt nem lesz sok hibázási lehetőség, mert hosszú a pálya és csak 15 perc van. Igen. Hát az első etapot megnézem ezzel a keményen, aztán meglátjuk. Malajziába is egy-kettőből indultunk, nem? Azt hiszem. Amikor szakadó eső volt utána. Utamom. Ez a 3.20, ez nem olyan nagy végsebesség. Nekem is 3.19 volt a vége. Igen. Nem baj, hát elsőbe nem számít. Igen. De gyenge időt ment Fettel. Én azt hiszem, hogy a 48-49 is itt lehet menni, azért nem? Hát nem. Vagy az expertes... 1.50-1.49 az expert is szerintem. Konkrétan egy tizedre vagyok a kemény keverékkel Fetteltől. Egy egész hat tizedet kapott tőlem most. Azért mondom, hogy itt szárazon nagyon megvernénk így professzionálba őket. Igen. Na hát de majd az eső, ne félj. Az majd ad a pofánkra. Végre azért egy 1.8-at csak kaptam. Ja, az tőled van, jó van. Az már tőled mérte. Igen. Egy kört terveztél a keménnyel, vagy eljöttél még? Igen, nem egyet. Kíváncsi voltam, hogy mennyit jelent egy lágyhoz képest. Hát sajnálom, hogy ezen a hétvégén nem tudjuk használni. Csak 8 tizedre vagyok tőled. Jó van. 8 tized. 1.1. Hát így 1.1 volt a végén. Kettőnk között. A két keverék közt. Egy másodperc. Hát lehet. Na most figyelj, most felrakom a izét, megnézem, hogy mit tudok futni.
Jó. Na gyerekek, megnézem akkor tényleg ezt az első szektort, ahogy írjátok. Mert mi van az első szektorban? Ott használjam a legjobban a kerszt. Máma páran törték az autót, írja Szabó László. Pont ezt beszéltük. Igen. Live előtt. Szeretik. Jó kis szabad edzések voltak eddig szerintem. Eseménydús. Igen. Hát Harry Antó is hogy összecsukta? Úristen. És szegény nagyon nem is tehetett róla, úgy láttam. Hát figyelj, az megúszott az autó. Hát ott így rengeteg van. Mindenkinek megúszott az autó. Hát régen is menjen, ott dobják el, emlékszem. A Red Bull azért kemény volt, nem? 6/10 odavágott azért Hamiltonnak most Ricardo. Igen. Figyelj már, te tegnap fogadtál velünk? Nem. Nem. Nekem nincs feltöltve lóvé, mondtam neked, hogy nem, hogy miért nem töltöttem fel. Mert Roli írta, hogy a jégkorongot emlékszel? Igen. Na most kajak nem az a csapat nyert, amit mondott. Viszont, nekem volt egy olyan belső érzésem tegnap, hogy ne hallgassak rá, és igen. Én olyanra raktam, hogy vagy Saint Louis nyer, vagy Saint José. Mert ő meg annyira Saint José-t mondta, érted? Saint José, nem? Vagy Saint José, vagy hogy kell mondani, igen. És, igen. És hát ugye Saint Louis nyert 4-2-re, és nekem így bejött, mert én vagy az egyik, vagy a másik, tehát én két esélyes fogadtam, érted? Aha. És azt tudod, hogy mennyi jött, vagy meg kell? Még kell, még este lesznek meccsek. Aha. Na, még 5 perc. Hát, ha nem tartanának fel, az jó lenne. Persze, hogy most jönnek ki, hárman vannak előttem. Jó, a Force India az lehúzódott, a McLaren lehúzódott, a másik Force India-t pont az órusba kapom, nem, ez izéz. Bianchi volt. És még egy Ferrari is van előttem, de az is... Előttem is egy Ferrari megy. Mm. Előtted Alonso van. Már van 3/10 hátrányom. Mm. Nem is pazarlom rá a benzint. Hülkenberg? He! He! Szana szív fogom a lyukadat kúrelni, ha nem takarodsz el nagyon gyorsan előlem. Na. Nincs nem. Igen. Befele megyek, kifele megyek, balról megyek, jobbról megyek, nem tudja, hogy húzódjon le. Most még én kapok penaltit majd miatta, és kaptam egy warningot. Még én kapom a warningot úgy, hogy kacsázik előttem. Ne szórakozz vele akkor. Mekkora egy szar. Jó, most nagyon nagy a forgalom a pályán, hihetetlen. Előttem is ketten vannak. Nagyszerű.
Hihetetlen, el kell vennem, hihetetlen. Mm-hmm. El kell vennem, bazd meg. És látom, hogy már itt megy előttem megint valaki. 2 perc van. Ó, ez a Alonso szerencsétlenkedik itt, igen. Egy pillanatra felvillant a zöld zászló, valami. Valami van. Valaki a pálya szélén van, igen. Látom a kis térképen, sárga van a 2-es szektorba. Na akkor egy mérkő. Olyan jó, mikor egy fél másodperccel elemeled a gázad, vagy a lábad a gázról, és kapásból 7-10 hátrányba kerülsz, úgy, hogy lila szektorod volt az első. Tehát, igen. Nem lesz, már meg nem lesz elég az üzemanyagom. Elhalkult a játék egy pillanat. Nekem is, nem tudom mi történt. Azt akkor jól van. És utána elkezdett szövegelni a mérnök. Igen, igen, igen. Aha, 3-as szektorban mi a faszom? Sárga. Valaki bugol megint. Crasheltek. Egy ekkora bukóterű pályán crashelnek, de Monakóban mindenki befejezi. Ja. Így van, itt állnak. Az ideális ív kellős közepén. Ki kellett mennem a fűre. Ne bassz, Alonso, a kurva anyád! Hát nem igaz, lilám volt a második bagetti! Nem hiszem el, bassz meg! Megint ezek miatt buktok-bukod el. Kurva rohadt anyád! Várjál, megbüntették. Valakit megbüntettek. Bottaszt. 10 pozíció. Ez meg lett volna ez a pole pozíció megint. Leo. Nekem ezt most fel kell dolgoznom, bazd meg. Az utolsó kanyarnál volt. Ott szerencsétlenkedik 40-nel, bazd meg. Úrember. Jó. Jó. Oké. Okay. És csak bejött a harmadik helyre, nézd meg. Bernie lefizett Alonsót. Ribanc Alonso, mindegy egy plíne. Nem, tényleg, ilyenkor nem az ember szidom, hanem a virtuális megfelelőjét egyébként, nehogy félreértse bárki is, de látjátok, hát az ilyenkor az ember, mikor küzdene, azt ez van, hát na, ilyen ez. Jó, egyébként nagyon durvan elvertük a mezőnyt. Büdös Bottas látom kapott egy 10-at helyes büntetést. Úristen, Sárpik 7,2, gyönyörű. Most Bottas azt jelenti, hogy így a 25. hely, vagyis a, igen, utolsó helyre fog érni. Igen. Jól van. Grosjean 12, hát nagyon remélem ott is marad. Azt nézem, mi hol van Räikkönen, 7, Hülkenberg is 6, Vettel, Webber, ajajajajaj, itt vannak az első 10-ben, akinek itt kell lenni, az itt van. Jó. Ennyi, Alonso, jöhet Van Dorn. Így jár ki. Mikor volt ilyen utoljára? Hát, ölelkezünk ott a... Igen. Azért...
Nézd, ma Alonzónak nincs első szárnya, láttad? Tényleg nincs, így van. Hát azért szerencsétlenkedett, így van. Hát de első száj nélkül odaállni, hát... Ne haragudjál azért így, hát azért mindennek van egy határa. Na most meg viszont ők jönnek. Igen. Most viszont ők jönnek. Tudod, mint fog nagyon, a benzinre nagyon kell figyelni, mert kibaszottul fog pörögni az a tetves motor. Ja, ja. Meg a féket előre rakod, mi? Igen, és vagy... oda néz kék gumi. Ja, ja, ja. Nem, hát ezt nem úsztuk volna meg. Gyerekek. Ezt nem úsztuk meg, Leo, ez 22 kör full víz. Full vízesen megyünk. Lucsog a pálya, derékig ár a víz, jó napot kívánok! Figyelj, nekem 7. meg a 14. körre ér egy box kiállást. Gyönyörű. Kilencszer győztél le kvalifikáció. 9-2 az állás. Hát ebből háromra emlékszek úgy, hogy ez volt a harmadik eset, hogy így feltartottak. Háromszor megvertél volna ebből. Háromszor, nem biztos. Négyszer. Lehet ez is olyan lett volna, tudod, hogy 8000, 9000, 6000. Nem tudod. Annyit tudok, az elsőm lilám volt, másodikom lila volt, de az első súlyú lila, hogy nem is tudom, talán 1/10 volt. A második meg már csak 86000, valami ilyesmire, csak így oda pillantottam. Aha. De úristen. Kár, hogy nem lehet még így megnézni az időket utána. Igen. 98 belga ismét lődik. Jó kérdés, Dr. Zeus kérdezi, így van. Mennyien néznek amúgy? Nem tudom. Csak a cseten látom azt a... Nem tudom. Nem látom másképp. Jó. Gyerekek, nincs mit stratégián állítani. Úgyhogy készüljön mindenki a 98 Belgiumra. De utálok esőbe vezetni. Gyönyörű lesz. Na hát, sok pontot. Neked is. Tömegbaleset a rajt után. Alonzót nehogy elmerd engedni. Nézzen már a boxfal, nekem nincs boxfal, nem volt boxfalam, ott ültek a levegőbe. Igen? Majd visszanézem. Alonzót el ne engedd. Úristen, itt van mögöttem. Azt szerintem le fog rajtolni a rákba. Na. Optimálba indulunk már. Gyönyörű. Már veszem is vissza akkor. Ó, atya Isten! Aha. Összezárjuk Alonzót. Összezárjuk Alonzót. Azt a kurva. Be bírsz kanyarodni? De én nem bírtam normális. Hát azt látom. Alonzó eljött. Az még, hogy a Webber is elment. Úgy nem látok semmit a permettől. Itt van mellettem Fettel. Jövünk fel az Órusba. Órus csucskán. Mert csucskán. Hogy de mert. Mert hogy mert. Én nem látok semmit. Úristen. Á, visszaelőztem Alonzót. Hát jó, DRS nem fogunk használni. Gyere, ez segíts. Biztos. Hát ötödik vagyok szerintem, ez gyere segíts! Ugorjam át őket. Azt a kurva, alig bírtam megállni. Hát igen, ez a gyönyörű Alonzó csúszkál, nagyon szép, jaj de jó. Igen. Ott vagy Webber mögött? Igen. Fettelt tereltem, úgyhogy Fettel nem fog szerintem sokat zavarni most már. Itt leküldtem a fűbe. Azt a rohadt, úristenem. Bírok bekanyarodni, és ráadásul ez a műfű is csúszik. Nézd már, milyen sötét az ég, hallom. Az! És hol Räikkönen eljön! Räikkönen eljön! Jaj, és... Jaj, mekkora mázli! Kipörög! Mind a ketten megelőztek. Úristen! Webber is, meg Alonzó is. Úristen, hallod, én már 8. vagyok! Hát tudtam, hogy ilyen lesz az a belga, de hogy ennyire... Hát és most experten mit kapnánk? Úristen, ne is mondd! Ezért mondtam, hogy az esőre vissza kell venni. És Räikkönen is meg fog előzni. Nem, ez így lesz jó, ez így lesz izgalmas. Márha az lesz, érted? Márha az lesz. Jó, már mínusz egy körön van, vagy plusz egy körön vannak. Hú, de nem bírom!
tetszik. Nem bírtál meg el? Nem, közéjük hajtottam, de úgy, hogy majdnem kiütöttem az én buttonékot. Gyönyörű 2.14-es kör. 2.11-es jöttem. Úristenem. 2.11 és fél Schumacher verseny, mindjárt. Úristen. Hát Alonso meg Webber elmegy. Jó, ötödik helyet tartjuk. Räikkönen van előttem. Kormány majd kis szakad a kezemből. Hát elhiszem. Ez milyen eső, hallod? Hát ez... Ez monszun. Nem trópusokon vagyunk pedig. Úristen! Jaj. Széles volt. Még el is felejtettem közben mondani, hogy köszönjük szépen az F1-es srácoktól a TS szobán. Már kaptunk most egy TeamSpeak szobát tőlük. És további sok sikert kívántak a további Forma 1-es futamainkhoz. Köszöntjük szépen. Gyerünk Webber, gyerünk! Webber megelőzi Alonsót. Gyerünk, tesó. Gyönyörű. Á, nem tudott elmenni neki. Nem bírok bekanyarodni konkrétan. Hülken! Webber, 2 perc 2. Az bolond, tehát én kék... Ja, 2-től megyek. Hanyadik vagy? Harmadik még mindig. Úristen. Akkor most mentél fel az órúzson. Na az egyenesbe meg lesz. Megvan. Webber megelőzte Alonsót. Webber vezet akkor? Webber vezet. Óriási szívességet tesz nekem ezzel. Hogy rajtolt Alonso, baszki? Hát mind a kettőnket. De neked volt igazad, tehát előre megmondtad, hogy le fog rajtolni minket. Egy picit azért rázártam, de hát nem hatotta meg a dolog. Nem, én is összezártunk. De nem, átizélte magát, átfűzte magát. Hát ha jobban rázártunk volna, akkor büntetés. Azt hiszem, mind a ketten megkaptuk volna. Lehet. Hú, Räikkönen. Nagyon közel. Igen, massza akar letolni a pályáról. Hanyadik vagy? 5. Á, nem bírok elfordulni. Ennyi, Räikkönen megelőzött. Na, látom, itt vagy. A gumik most nem kopnak olyan sűrűn. Hát azért barnul már, vagy sárgásodik befelé. Hát csak tudod, három kör után hogy szokott kinézni neki. Jó, hát igen. Na, Räikkönent visszaelőzöm. Én konkrétan alig bírok megállni. Megvan, Räikkönen. Ez már kemény. Az. És még mennyi van belőle? Webber, 2 perc 2. Mert igazából 20 ezredet faragott. 2-2 végét megy. 2-4 elején. Na most nem bírtam az órúzson felmenni. Most nem bírtam.
Most már csak abba bízok, hogy hát, ha valaki kilöki egymást. Ja, így a nagy esőbe? Aha. Hát Webber meg Alonso összekaszkodnak aztán. Hát akár ők is. Hello, akár, egy szárny. Akár a középmezőnybe. Mint az edzésen. Webber megint bebaggol, azt hello. Már meglógtak előlem. Látom, viszont Räikkönen nem nagyon. Nem, hát az... örülök, hogy magam mögött tudom tartani. Tud előle megszökni. Ugyanígy vagyok Massával. Alonso már 4,5 másodpercre van tőlem. Gyönyörű. Azok ez a ráfordító, ez régen nem ilyen volt. Neked hanyadik kört írja bot kiállásnak? Hetediket. Nekem is. Az de jó lesz. Alonso? Akkor... hogy fogjuk csinálni? Hát mivel itt vagyunk egymástól 3 másodpercre, majd meglátjuk. Ki jöjjön ki először? Hát majd figyelj, ha szar lesz a gumi, majd mondom. Nekem egyenlőre még sárgás. Nekem is, nekem is jó még. Tehát még jó. Majd érezzük azt úgyis. Vagy azt mondod, hogy ki kellene tolni egy kicsit a box kiállás? Pár körrel? Szerintem kibírnánk, nem? Meglátjuk majd. Jó, hát akkor majd visszatérünk. Gyakorlatilag az egyik box kiállást ki lehetne hagyni, hogyha rápakolnánk kétszer 3 kör. Tehát 3-mal többet mennénk. Aha. Nem hiszem el, hogy nem bírok még mindig megállni. Nem vagy vele egyedül. De közel a kavics, sőt rá is futottam. Nekem ez a középső szektor, ez nagyon... Hát nekem Hülkenberg, Massa, itt vannak egy tizedre tőlem, úgyhogy... tudom, mit érzel. Alonso meg Webber, az folyamatosan püföli egymást. Az nem baj. Itt a kis térképen látom. Az nem baj, mert... a két gombóz egymáson van. Akkor azok majd lehet, hogy... hát aztán ez rosszabb, mint a lősz. Nagyon lassan kell átjönni ezen a sikáron. Na most futottam meg az egyéni legjobbamat. Az mennyi? 2 perc 3, 774. 2-3, 206. Na. Az egy laza fél másodperc volt. A lórúzson megint el kellett emelnem a gázt. Nekem felmegy. Ja, csak rosszul fordultam rá, érted? Ja. Mhm. Uh-huh. Pörögnek azok a kerekek rendesen. Van olyan aquaplaning gomba, az meg van, hogy driftelve megyek a... ja. Úton. Te úton érted Räikkönent. Igen. Rácsúsztam, mondhatjuk azt. Motorcsónak verseny. Baszki. Azt a betyár minden itt, nagyon csúszik.
De látom, Räikkönen nagyon rajtad van. Ezt akartam mondani, megint rám esett, és Alonso már 7,2 másodpercre van. Räikkönen most nagyon odaért. Most nagyon odaért. Nekem meg Massa szerintem, aki nagyon odaért. Igen. Aha, látom a gombócokat. Jaj, Räikkönen! Na! Ejj! És bazd meg, most mentem a legjobb kört, azt erre fel Webber nem elveszi tőlem. Aha. 2-2-8-55, erre fel 2-2-5-89 Webber. Na mi legyen a box kiállása, Leo? Igen, látom a gumit. Az a baj, hogy nekem még ezt a kört szerintem kibírná. Aha. De én be is jövök. Most bejössz akkor? Be, mert Massa már előz megfele. Jó, akkor én még maradok egyet. Most bejövök tényleg. Kibírsz még egy kört, biztos? Igen, szerintem. Na, akkor inkább várok a boxba egyet. Nem, gyere nyugodtan. Figyelj, durván egy olyan... hát... 3 másodpercre lehetsz. Gyere, bekockáztatok még egyet. Webberék is elmentek. Jó, nem? Bejöttek? Ma most nem tudom, nem látom a kis térképet. Eljöttek még egy körre Webberék is. Hú, bazd meg, majdnem telibe verem a falat itt. Nagyon óvatosan kell bejönni. Mindenki eljött még egy körre. Hú, 2-0-2-0-35 Webber. Három egész egy a box kiállás. Így baszki. És Grosjean mögé a 8. helyre sikerül feljönni, vagy illetve visszajönni. Szegény Grosjean mit kapott majdnem? Button is utolérte. Majdnem kiütötted? Hát igen, úgy majdnem egymásba értünk. Button, aki mögötte jött, meg úgy kihasználta, hogy leelőzte is a hosszú egyenesbe. 8. helyre jöttél vissza? Hát 7. mondhatjuk akkor így. Hát nekem most azt írja a gép, hogy a 12. fogok visszajönni. Hát ez mi? Igen. Akkor ez itt bukó? Nem hiszem. Én azt nem is néztem, hogy mit írt. Nekem, ha most jönnék be, lennék a 16. helyen. Azt írja. Oké, Räikkönen eljött mellettem. Figyelj, akkor hát nem hazudott, mert annyi gombóc van mögöttem, mint az állat. Úgyhogy nekem is csak szerencsém volt. Jó, valamelyik... Räikkönen eljött még egy körre. Az első kettőből is bejött egy. Akkor az Webber. Webber, igen, így meg is tudtuk. Úristen, már 2-0-1-9. És megelőző engem, most jössz el mellettem. Mert még benn vagy? Aha. Akkor ez az egy körre hamarabb kiállás, ez jó ötlet volt.
ennyire bukó volt a izé. Aha, most, jött, most jöttem aha. ki. Tényleg. A következőt a 14-re írja. Nekem is. Tehát ez a vicc. Jaj, de úgy friss gumival. Jaja, teljesen más. Olyan gyönyörű lilát fogsz majd te is menni, mint a húzod. Hát tényleg eléggé elkoptak. Most húzlak magammal? Aha. Éreztem szinte a szívó hatást. De esőben is ennyire jól működne? Pillanatra nem láttam semmit. Nem, mert bejöttem eléd. A permettől. Azt a kurva! Az már úgy idő, mint? Hú! DRS kilőve nálam. Ott a kis X rajta. Hát az most nem is fog kelleni. Most meg éhúzlak téged. Ja. Aha. Na most lila szektor. Jöttem. De azt még hozzád mérte. Szerintem Fettelhez, bár vagy nem tudom. Hozzád, hozzád. Nem hiszem, hogy a körülmények javulnának egyébként. Hát ez ugyanilyen lesz a verseny végéig. Na ki lesz az első, aki bemegy két perc alá? Alonso. Nekem már nem úgy tapad, hallod. Most én is lecsúsztam egy kicsit. De attól függetlenül még lila? Neki én nagyon sokat, 1,7-et vesztettem az előző körömhöz képest. Olyat csúsztam. Hülkenberg van előttem. ...1:59.626. Akkor megvan. Nekem 2:04.38. 8 tized. És most járunk pont fél távon, 11:22. Úristen! Benzinnel hogy állsz? Limbe kellett most mennem, mert leestem optimálba. Mm. Hát de felraktam Ridge-be, mikor mentem utánad. Ja.
Te szépen tartod azt a 2 másodpercet. Igen, próbálom. Közeledik Hülkenberg keményen, az elmúlt egy körbe majdnem 1,5 másodpercet hoztam rajta. Nagyon jó. És ki is jött a boxba, ki is jöttek a boxba elég sokan. 2-en. 3-an. A harmadik most jön ki. Na, én is 2 alatt vagyok. Ki jött vissza elém, vajon? Egy helyet buktam, így. Massza van előttem. 1.59, 8.66. Na. Neked mennyi? 1.59, 6.26. Baszki. 2 tized. De hát ezt mondjuk évelején is tudtuk, hogy ez lesz. Massza már csak 3,7 másodperc. Nagyon jó. De szerintem Alonso a második. Attól félek. Most fog jön egy mentő, nem tudom lemútolni a teljest. Ennyi volt. Mondjad még egyszer? Attól félek, hogy az AIK, mivel 11. körbe jöttek ki, ők már nem fognak. Jött többször? Aha, igen. Jó. Mert 11 kört végig, fél távot levitte bele. Ász, kurva anyád, ilyen nem tudok megállni. Lehet igazad van. És mi még be fogunk jönni a 14-be, és akkor nem fogunk többet bejönni utána. Mert 8 kört bírtunk ki mindig. Így van. Hát lehet, hogy igazad van, igen. Massza kijött előlem, lecsúszok az ívről. És ez a baj, hogy ezért fogjuk bukni. Alonso a második, Webber az első. Igen. Hát már most csak 2 perces körök tudok menni, nem tudok 2 alá menni. Én most nem is néztem, de szerintem én is. Bőven 2 perc felett vagyok, mert már itt vagy mögöttem. Három 22. Aha, a szél árnyék, ugye? Ajj. Jó, én is elbasztam, nyugi. De mennyire? De miért nem tudtad már megfogni? Mert belementem a tócsába, átcsúsztam egyik tócsából a másikból. És az meg érted, húzta tovább, a gumi nem bírta kitermelni a vizet. Aha. Fogsz jönni a következőbe? Igen, mert már azért csúszkál. Hát ez kapott az autó, ez nem rally autó, szóljanak már neki. Másfél másodpercet buktam most a második szektorba. Úristen. Alonso 10-re van. Én 2,3-at buktam az előző körhöz képest. Ezzel a kis manőverrel. Érdekes, hogy egy ilyennel el lehet szúrni, látod a jó előnyt. Amit összeépítgettél. Bazd meg, és nem bírom bevenni a kanyar. 2 perc 1-es költ jöttem most. 2-3-ast. 3 másodpercet buktam az előző körhöz képest. Jó, ezeket a manővereket szerintem hanyagolni fogom. Akkor most jössz be, igaz? Igen, ebbe a körbe. Hanyadikra írja a gép, hanyadik helyre fogsz visszajönni? A...
Nyolcadik, kilencedik, ott. Uh-huh. Így írja. Jó, én még megyek egyet. Hát, csúnyán barnulnak már ezek a gumik. Neked egy körrel most frissebb a gumid, ugye? Igen. Alonso 10 másodpercről 8,4-re csökkent. Uh-huh. Tehát nem sokat érünk vele. Jó, akkor gyere! Aha! Azt a rohadt! Gyönyörű! Gyerekek, én ennek a 3-4-nek azért örülnék. Hanyadik helyre jöttél? 7. Be? Hetedikre? Igen, pedig nem azt írta. Hülkenberg van előttem. Annyira, mint amennyire te voltál. Nekem azt írja a gép, hogy a 8. helyre fogok visszajönni. Magyarul mögém. Hát de szerintem szoros lesz. Azt a mindenit! Webber a második, és Alonso meglógott előle. Valami történt. Azt mondod, Alonso 25 pont? Persze. És mivel nem második vagy, nem 7 ponttal csap meg. Ó, hát még a harmadik se lesz meg szerintem. Kijött a boxba Webber. Nagyon jó. Uff, jó, megnyerte. Kész. 58. Jól látom. Ó, 58-9. Most jöttök el mellettem. Így van? Igen. Valakit megelőztél. Így van. Itt vagy! Pont annyira vagy, mint mikor kijöttem. Ó, rúzs! Csutka! Az új gumival nem kérdés. És nincs tovább, nincs több kiállás. Ennyi. Viszont Räikkönen és Webber itt van előttem. 3 másodpercre. Azt hittem telébe küldesz. Nem, de viszont beliláztam. Hamarabb fékeztem, biztos. De csak úgy szívott magára a kocsi. Szerintem azért is lett lila a szektor. Ja, le is maradt Hülkenberg. Jaj, fordulj már, hova mész? Jaj.
Hülkenberg egyből megjött. Egy apró pici hiba és hello van. Így van. Elég egy ívről való lecsúszás, és már itt vannak. Így van. Räikkönen másfél másodpercre van előttem. Én megkaptalak ugyanígy kettő félre megint. Az a kis hiba. El is dobta. Szerintem egy más felet egyből elhanyított. Úristen! Ez mit csinál ez az ember? Itt mi ez a forgalom? Lekörözés van? Ugye ez most mi akar itt lenni? Ja nem, ez Räikkönen. Räikkönen! Hát megelőztem, persze, a sikámba. Most jön massza majd. És ők már nem jönnek ki. Nem. Viszont massza előtt Alonso... Hát olyan 3 másodpercre van. Webber! Fettel! Jézusom. Ja, Fettel? Jó, Webbert olvastam hirtelen. Fettel. Mondjuk Webber nem is tudom, hogy hol van. Webber az első. Nem. De! Nem? Az a baj, hogy massza előtt itt megy egy autó, de nem látom a színét. Úristen, milyen forgalom van itt. Meg lesz Räikkönen az egyenes végén? Meg, szerintem meg. Na most nagyon odaér. Kikényszerít a fűre! Nem bírok megállni. Massza! Mit csináltok? Úristen! Nem tudtam mellette elmenni. Atyaisten! Alonso az első, Webber a második. Úristen, de behúztál vele hallod! Behúztalak? Mint a szart! Tényleg megelőzted te is! Atyaig! Aha, jön Massa. Nem látom a tükröt, mert vízcsepp van ott pont. Előtted a helyzet? Webber itt van 3 másodpercre. Ja, tehát akkor ő van itt. Buktam 8/10-et valahol. Már nagyon ki vagyok. Elhiszem, én is. Gumik? Jó, még? Aha, ezt kibírja. 9/10-re vagy tőlem, az igen.
Igen. Hát lehet, hogy ez nem fog összejönni így. Veszélyes. É, három kör. Úristen. Hoppá. Hoppá. Mit csináltál? Hoppá. Megnyomtam a leváltás gombot véletlenül. Hallottam a kocsi hangját, hogy valami nem stimmel. Oldalra akartam nézni. Tudod. És az elfelejtettem, hogy ennél a játéknál, amivel van kersz meg DRS, az nekem a sebváltás. Aha. Nem az oldalra nézni. Na, Alonso lekörözötteket ért utol. Nagyon jó. Figyelj, még lehet azt mondom neked, még talán jobb is, hogy ez történt, mert ott elkezdünk buziskodni, még többet veszítünk Webberrel szembe. Viszont már tudom, hogy hol van így a fellekapcsolóm. Még vannak ilyen tízes berögződések, hogy melyik gomb mit csinál. Mert ugye ott meg nincs DRS meg kersz. 2 másodpercre van Webben. Ú, bazd meg, én viszont csúszkálgatok nagyon úgy, hogy nem is sikerült volna. Tehát ha még a megelőzlek se bírtalak volna tartani, mert csúszkál az autó. Megdöglött a kerszem, így meg főleg. Neki mentem Webbernek. Tél egyenes végén. Gyönyörű. Valami? Semmi. Engem a két... Két Marussia feltartotta egy kicsit. Engem szépen elengedtek. Á, nincs kerszem, nem tudok mit nyomni. 2.95 a vége. 300. Nincs kersz. Elvette a kerszem. De csúszik. Azaz, megvan. Láttam. Te jössz utána? Igen. Az igen, jó közel éltél hozzá. Csak a gumim. Atya úristen, Alonso 20 másodpercre van tőlem. Hát ez egy box kiállás. Hát ez mi csinált? Á, nincs kerszem. Kerszel megbírnám fogni, és nincs kerszem. Hát ne, lekörözött! Baszki, majdnem bementem mellé, azt ott volt a lekörözött, és még így is van Van der Gaard. Mit csinál? Te hol vagy? Nem, ennyi volt. Mi van? Mi? Két lekörözött húzott magával. Úgy felgyorsultam. Nem bírtam megállni. Nem. Úristen. Én meg pont jöttem volna ki mellé Webbernek, amikor megláttam, hogy ott egy kocsi. Még a gyomrom is görcsbe állt, aztán meg látom, hogy te meg a falba vagy. Azt a kurva. Még van egy kör. Ezen kívül. És már úgy fáj a vállam. ...21,2-re van Alonso. Hát az... mit művelt?
Hol vagy? Egyedik. Tehát Webber messze van. Messze van? Jó. Nekem az a baj, csak 4/10-re van Webber. 5,2-re van. Jön az utolsó kör, és nincs kerszem még mindig. Hát már nem is biztos, hogy visszaadja. De most adta vissza az utolsó kör. Pont, hogy áthaladtam a célvonalon. Jó, ilyen... az enyémet meg most vette el. Ez egy megírt szkript szerintem. Elhiszed? Egyértelmű ezek után. Hogy... neked elvette, nekem meg pont visszaadt az utolsó körre. Jó lemaradt ebben, jó van. Kezdek olyan lenni, mint Hamilton, hogy pole pozíciókat nem tudom győzelemre váltani. Visszajött a kerszem, Alonso egyből 1,7-et hoztam, mert már csak 20-ra van. De szerintem csak leköröz. Ne! Jó van. Egyre jobban csúszok le az ívekről. Hát ezt már kibírod. Már most igen, 1,1-re van Webber, úgyhogy... most ér be Alonso. Jó, megszopatott a két lekörözött, hallod? Nem bírtam megállni, hát úgy fékeztem, ahogy szoktam. Igen, ilyenkor, igen, amikor a szívó hatás beindul, az... az ilyen... azt a betyelmű, itt megvan. Gyerekek. Azt a mindenit. Fáj a kezem. Fáj a karom. Azt a mindenit. Nekem meg a hátam. Úristen. Tette a tizedik? Hát igen, őt egy kicsit úgy megpecsételtem azzal, hogy kikényszerítettem a fűre. De hát Alonsoval kellett volna ezt csinálni. 43 pontra lógott meg előlem. Tényleg nézem a ponttáblázatot. Azt mondja, konstruktőr 2.81, 2.32, 49 pont, 53 a Red Bull. Red Bullt legalább visszaelőztük. Jó, és a Drivers Championship-ben 167 van Alonso-nak, 124 van neked, 116 Webbernek, 114 Massának, 112 Vettelnek, és 108 nekem, úgyhogy beszálltam én is a meccsbe most már. Úristen. Jól van. Hát nem tudom, Alonso. A következő... Három futamnak. Hát... kettőn legalább nulláznia kéne. Igen. Kettőn legalább nulláznia kéne, vagy hármon. De hát esett ki most is valaki? Nem. Meg lesz neki. Nem, lekörözés volt csak. És Vettel bejött pontszerzőre, egy pontot még csak kapott. Na jó van. Ezt a betyár mindenit. Ha szerencsém van, Monzába elég nagyot tudnék előre ugrani. Akár fel mögére a harmadik helyre is. Megnézzük mindjárt az időjárást. Igen. De hát remélem, hogy jó idő lesz.
És akkor visszazárkózunk a világbajnokságba, de hát Alonso... Az gyönyörű. Ó, bazdmeg, de fáj a fejem. Na szálljatok ez, be. Ez kemény volt. Nulla. 15%. Jó, ahogy látom, szárazon fogunk indulni, és 15. Hát abból lehet, hogy vagy lesz valami, vagy nem. Igen. Ez olyan lesz. Jól van. Ezt vegyem. Mikorra fog ez sor kerülni? Az olasz nagy díjra? Igen. Holnap péntek. Holnap este 8-ra érek haza. Igen. Szombaton este 8-ra érek haza. Igen. Vasárnap éjszakás vagyok. Tehát a vasárnap az teljesen ki van lőve. Mondhatjuk így is. Hát igen, mert ugye nagy díj van, úgyhogy igen. Így ki. Igen. Hétfőn ismét éjszaka. Akkor a minden igaz, holnap még le tudjuk menni a Monzát? Nem. Nem, holnap... Most mondom, hogy holnap este 8-ra érek haza. Ja, holnap már mész be. Aha. Gyönyörű. Holnap már kezdem a melót. Szerintem jövő héten. Jövő héten. Valamikor. Aha. Uh-huh. Jó. Jól van, gyerekek. Akkor most egy picit a kóp csendesítve lesz. Ami azt jelenti akkor, hogy a 15-ös játékkal, ami 14-es évados Räikkönenes, azt fogom vinni. Szerintem azt le is viszem, mert hát nem akarok hazudni. 4 futam? 3? Híja van. 3 szerintem. 3, az lemegy. A 2007-es modot a Super Agurival, azt, ha lemegy a 14-es évad, akkor utána az lesz folytatva, meg el lesz kezdve a 11-es saját csapattal, a Hungarian Racing Team-mel. Úgyhogy ennyi. Ennyi. 143 új néző. Az gyönyörű. Jól van, gyerekek, nagyon szépen köszönöm akkor, hogy itt voltatok. Köszöntjük a figyelmet. Így van. Még egyszer köszönjük az F1-es srácoknak a TS-t. Szerintem Forma 1-ezni mindenképpen ide fogunk jönni, ha már ezt így megkaptuk. A másikon meg madafakázunk úgyis. Úgyhogy ennyi, mert az meg úgyis madafak a TS, úgyhogy ennyi. Jó, na, akkor ennyi lett volna. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, legközelebb is tartsatok velünk. Ja, és tudjátok, feliratkozás, ja. Like, ja. Megosztás. A szokásos. Így van, és hajrá az ezredik feliratkozóit. Na, sziasztok. Sziasztok.